Kifáradtam. Miért kellett elrángatnunk ide? Igen. Hová kellett volna akkor rángatnunk? Igen. És miért nekem kellett rángatni? Igen. Elszállt az erőm az éhségtől. Engem pedig megpróbált megölni. Igen. És akkor te miért nem segítesz? Igen. Igen? Milyen egy barát? Nem akartam learatni a hűsi babérjaidat. Szuperhős! Igen, az vagyok. És még kicsit sem fáradt. Tudod, hogy mi az a babér? Szóval valamit rejtegettek előlünk. Nem. És hol van a tanárnő? Lányok, úgy tűnik a tanárnőt a suliban felejtettük. Ne szórakozzatok velünk! Mit akartok már megint? Remélem nem ettétek meg a béka combokat. Fenébe. És én még nekik akartam ötöst adni. Biztos, hogy hazudnak. Látom a sunyi szemeikben. Mi nem rejtegetünk semmit, és nem sunyik a szemeink. És nem finomak a mancsaink. Igen. Ne mozduljatok. Mögöttetek. Vampír. Macska. Brokkoli. Igen. Várj! Ő a miénk! A miénk! Segítünk neki! Hogy ne vigyék el a Dili házba, és visszamehessen az iskolába! Szóval akkor hazudtatok nekünk? Igen... Segítenetek kell! Megint! Hát, gondolom nem muszáj, de... Nekem tetszik ez a szoba. És hogyan tudnánk rajta segíteni? Meg kell nyernem a lányokat. Ha sikerül, ők majd megbízzák a tanárnőt. Az könnyű. Csak ajándékozz meg őket valamivel. Várj. Ami neked olyan könnyűnek tűnik, az nem is lesz olyan egyszerű a suliban. Az okosok rá fognak jönni. Nem látok a fejedbe. Én meg nem is látlak. Gondolkoznom kell rajta. Oké, rájöttem. Meg kell ajándékoznod a lányokat. Ez az ötlet. Géniuszi ötlet, tudom. Mind a többi ötletem. És mit ajándékozzak nekik? Mit szeretnek a lányok?
van. Aranyat, gyémántot? Ez a nőknek van, nem a lányoknak. A lányok szeretnek babázni. Pontosan, megvan. A lányok szeretik a babákat. De jó ötleteim vannak ma. Nincsenek, csak lopod az enyémeimet. És a lányok szeretik a ruhákat is. Meg a meglepéket. Tudom, milyen babákat ajándékozok nekik. Megvan. Én meg egy új mérget akartam kifűzni, de valami megint félre sikerült. Lányok, tudom, hogy mérgesek vagytok, de... Ez téged ne érdekeljen. Nem, kedvellek titeket. Még ajándékokat is hoztam. Ezekkel nem veszel meg minket. Beszélj a saját nevedben! Ezek Hair Durables babák, pont ami hiányzott a gyűjteményemből! Jaj! Neked van egy baba gyűjteményed? Képzeld, én babákkal szoktam játszani békák helyett, nem úgy, mint te. Ameddig bokokat váltatok, addig választok egyet magamnak. Nos, lányok, én készen állok a bulira. És ti? Megcsináltam a hajam, elvettem a táskámat is. Nagyon jól fogunk szórakozni. Addig táncolok, amíg össze nem esek. És mi van velem? Bármikor kedveskedhetsz nekünk. Legalábbis, ha időben beveszed a gyógyszered. Helyes dolog ajándékot adni a lányoknak, bár néhányan még mindig nem értik ezt. Tegyünk egy sétát. Most klassz, hogy a pszichónk kibékült a lányokkal. Miért érzem úgy, hogy hiányzik valami? Miért ijeszgetsz? Soha nem hagynám őket eltűnni. Nem eltűnt. Hiányzik. Csak egy dolog hiányzik. Én is akarok virslit. Ó, lányok, képzeljétek, eszükbe jutott az az ötlet, hogy rámadják ezt az öltönyt, de rossz után annyira bűzlött. Fúj! Hát igen, ha megrendeznék az év büdöse versenyt, rossz még a borzokat is leverni. Ez a mi pszichónk. George meg akart csókolni egy randin, de a torkának adta a chips, és majdnem rám köpte. A srácok itt egyáltalán nem értik, hogy hogy lehet boldoggá tenni egy lányt. Egyet értek veled. Annyiszor mondtam a vámpírnak, hogy ne adjon. Nem számít, mit adnak neked, úgyis eladod. Én ahelyett, hogy összevesznék a barátommal, inkább hasznot csinálok. Lányok, ne veszekedjetek miattuk, a srácok nem érdemlik meg. És Gerald általában csak az ételre gondol. És George nem csak arra gondol, hanem arról is beszél. Te vagy a finomam, te vagy az édesem, nem bánat, ha megeszlek. Rose meg nem akar fejlődni. Hová nőne meg? A fejlődésével hamarosan átöri a plafon. Az agyára gondolok. Hát az már a kezdetektől veszett ügy volt, barátom. Lányok, igazatok van. Tényleg figyelemre és ajándékokra van szükségetek.
Olyan kedves vagy. Varázslatos. Csodálatos. Okos. Hogy okos? Csak egy okos ember van itt. Köszönöm, barátom. Mindig is tudtam. Hé, pszichó! Na te! Ó, elnézést. Úgy tűnik, hibáztunk. Áj! Ki ez? És miért van rózsaszínben? Ismerős arc. Az a kedvenc színem! Szerintem ez... Miért van rózsaszínben? Az a kedvenc színem! Pszichó! Igazából nem. Én az elbűvölő pszichó vagyok. Ó, fiúk, köszönjük, hogy segítettetek Ladiknak velünk maradni. Igen, ő nagyon kedves, és kiderült, hogy szeretem a rózsaszínt. Nem értem. Mindig is én voltam a... Vlad olyan művelt, igazi férfi. Milyen férfi visel rózsaszínt? Bocsi, te egy brutális férfi vagy rózsaszínben, de neki nem áll jól. Ellen, erre semmi szükség. Igazad van, semmire sincs szükségem, csak hogy Vladik barátja lehessek. Vladik! Vladik csak a barátoknak, neked pedig Vlad. És mit csináltál itt, Vladik? Vlad. Régóta nem szered a tablettákat, Vladik? Vagy elvertek? Vladik. Fiúk, ti magatok mondtátok, össze kell velük barátkoznom. Szóval én most megbarátkozom a pszichiátereddel. Csak egy kicsit feltöltem a telefont. Ne használd az agyad Gyulcsira. Még csak most szokott hozzá ahhoz a gondolathoz, hogy nem az agy a lényeg. Akkor meg mi? Az ehető agy. Megeszem a tiédet, nem ettem már 5 perce. Micsoda tuskó? Hogy bír téged ellen? Oldjuk meg ezt a problémát intelligensen. Szeretnénk megérteni veled, hogy a lányok a mi barátaink. Mi lenne, ha eltűnél innen? Vlad, várunk, hogy gyere velünk drámát nézni. Fú! Na pont ezért. A lányok most már az én barátaim. Barátaim, írjátok meg kommentbe, hogy szerezzük vissza a lányokat. Lájkoljátok, hogy az őrült lány is hamarosan visszajöjjön. És iratkozzatok fel, különben én fogok. Igen. 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 És hogyha ők... Tudom, milyen babákat adjak nekik. Hívnak. Add, hogy felvegyem. Tudom, milyen babákat adja neki. Na, gyerünk újra. Szerintem ez az...